Grószra is fel lehet készülni, még ha olyan helyzet nyilván nem is lesz, hogy egy gólt se szerezzen, de azért megpróbálunk tőle elvenni néhány fegyvert. Ezt Elek Gábor mondta a mérkőzés előtt természetesen, és fú gyerekek, hát nem lesz könnyű innen felállni ebből a mérkőzésből, hogy láttátok? Hát nincs még lefutva, nyilván, de hát az, hogy 13 gólt lőtt Grósz és 11-et akcióból, azt jelenti, hogy még ahhoz képest is felül teljesített, amit mi gondoltunk. Mondjuk nagyon fogalmatlannak kellett volna lennünk ahhoz, hogy azt gondoljuk, hogy nem lesz tényező ezen a mérkőzésen. Bár abban bíztunk, hogy kevés idő lesz, hogy beépítsék a csapatba ez, igen, az egy szólt ellene. De még nem csak ő, hát ő végig, egyébként nagyon okos volt szerintem az a húzás, hogy az elején, amikor bent hagyták védekezésben, akkor azért rajta lehetett fogást találni. Talán kevesebb energiája is maradt volna itt támadásban, hogy gyorsan lekapták, és utána már csak támadásban jött, és az nagyon feküdt neki, de hogy végigjátszott a támadásban az egész meccset, pedig azért elég jó balkezeseik vannak még, ahogy Viktor is mondta múltkor. És szerintem Brynovics is, független attól, hogy nem ő volt a kezdőbeálló, de a maga dörzsöltségével, erőszakosságával sok hasznot hajtott a Krimnek. Jól belekezdtünk, ez itt a Vax, ha valaki nem tudná, de úgyis tudjátok, úgyhogy nem raboljuk ilyen felesleges dolgokkal az időt. Elek Gábor azt mondta a meccs után, a legfontosabb, hogy ne toljuk össze magunkat, ezt már a következő mérkőzésre mondta, mert hogy valószínűleg azt gondolta, hogy ezen a mérkőzésen összetolták magukat a lányok? Ezt én nem láttam, tehát gondolom, hogy az összetojásnak annak az elején kellett volna bekövetkeznie, és ugye a 40. percig semmilyen probléma nem látszott. Igen, a 37. elején még döntetlen volt, és ott 9 perc alatt raktak közé 6-ot. Igen. Tehát az borzasztó. Úgyhogy 19-18-nál emberelőny is volt, támadott az egyenlítésért a Fradi, elbukta azt az emberelőnyt, tehát onnan indult meg a lejtő. Igen, hát most azért a további reményeket illetően annyit mondanék, hogy végignéztem a Ferencváros történetét az ilyen kétmeccses párharcokban, és a Fradi összesen 2-ször tudott egynél nagyobb különbségű, gólkülönbségű vereség után tovább jutni. Ez azért egészen döbbenetes, hogy egy ilyen nagy múltú csapat összesen 2-szer tudott. Egyszer 2001-ben az Aqua Volgograd ellen 5 gólos hátrányból fordított a Fradi, 8-al nyert a visszavágón hazai pályán, és ezen kívül... Ott is voltam. 1979-ben, ott még nem, a KEK elődöntőben a Zsalgiris Kaunas ellen történt meg, még Elek Gyula irányításával, hogy akkor 3 góllal kikaptak az első meccsen, és 6-tal nyertek a visszavágon. Különben a Fradi kizárólag csak 1 gólos vereségek után tudott tovább jutni. Azért ez most 7 gól. Tehát ilyen még soha nem volt a Fradinál, hogy ekkora deficitet le tudott volna dolgozni, és különben is azért, amit láttunk ezen a mérkőzésen, benne van, hogy a Fradi nyerjen a visszavágón, az viszont kevésbé van benne, hogy 7-tel vagy 8-al. Tehát én azt mondanám, hogy itt gyakorlatilag csoda kellene. Hát minden esetben sokat elmond azért a Krim pillanatnyi játék erejéről, hogy Pinót a második félidő végéig nem is láttuk a pályán. Már úgy értem, hogy a második félidőben. Hogy brutál erősek, különösen belső posztokon, szerintem. Igen, ott egyébként szerintem egy nagyon tudatos pihentetést láttunk Pino esetében. A Gyere Pásko úgy gondolta, hogy majd a legvégén a hajrában legyen egy friss klasszis a védekezésben főleg, de ha kell, akkor támadásban is. És egyébként is nekem ez a fajta felépítése a játéknak, ez nagyon-nagyon tetszett a Krim részéről. Tehát ahogy te mondod, ugye Grosst, amikor lehetett, akkor pihentették védekezésben. Eleve egyébként feltűnő volt, hogy amíg a Fradi arra készült, és az Edvizsel eltöltött közös időben Elek Gábor ezt gyakoroltatta végül is egész végig a budapesti csapattal, hogy csere nélkül tudjon minél többet játszani az együttes. A 20. percig csere nélkül játszott, támadásvédekezés csere nélkül. A másik oldalon viszont úgy gondolkodtak, hogy ők meg próbálják a legjobb védekezést összerakni, és ehhez csere kell, meg hogy a támadásuk friss maradjon, ahhoz is csere kell, és ezért a mérkőzés egy jelentős szakaszában 2 cseréltek, volt olyan, hogy a 2-3-asukat, pont Pinót és Zsabieket például, amikor együtt voltak 3-as poszton, és nekem az egy kicsit fájdalmas és elgondolkodtató, hogy a Fradi egyáltalán nem tudott azzal élni, hogy az ellenfél többet cserélt. A mérkőzés minden pillanatában gyakorlatilag, mert amikor a Fradi elkezdett egyet cserélni, akkor a
Krím elkezdett kettőt cserélni támadás és védekezés között, amikor a Fradi nullát cserélt, akkor legtöbbször csak egyet cserélt a Krím, de hogy elvileg ebből lehet profitálni, most ebből nem láttunk semmit a profitálásból. Sőt, a gyors gólok tekintetében az első félidőben szerintem a Fradi nem is lőtt. A másodikban voltak góljai, de még mindig kevesebb, mint a Krímnek, amely brutálisan megbüntette a labdaeladásokat, vagy éppen még középkezdés, gyors középkezdés után is szerzett gólt. Tehát ezek azért a visszarendeződésre nézve elég elős kritikák. Egy kicsit hasonló egyébként Zsabieknek a hármas poszton való szerepeltetése, mint amikor itt beszéltünk egyszer arról, hogy a Bukarest elleni visszavágón Omoregi játszott második hármas védőt, egy gyorsabb, fürgébb játékos, és Zsabiek is ez a típusú, aki ugye támadásban a szlovén válogatottban irányítót játszik egy csomószor, és én szerintem ez bejött az ő részükről, tehát ha megnézzük, hogy a Fradinak a lövősora milyen teljesítmény nyújtott, akkor megállapíthatjuk, hogy semmi ilyetből kivételével, tehát hogy ez a része működött náluk, és majd nem tudom, hogy nyilván hosszan beszélünk erről, de ezt az Edvis kérdést, ezt érdemes nagyon sok szempontból megvizsgálni, mert az kétségtelen, hogy az egyéni kvalitásai azok rendkívül jók, különösen védekezésben, viszont ezen a mérkőzésen lehet, hogy néhány tekintetben nem használt a csapatnak az, hogy nagyon sok mindent kellett átalakítani miatta. Hát, hogy akkor maradjunk is az előzményeknél. Elek Gábor elmondta, hogy Edvizssel úgy bánnak, ahogy azt ő megilleti, és partnerként kezelik. Aztán elmondta azt is Elek Gábor, hogy szeretnének nyerni Ljubljanában, és ehhez valószínűleg a védekezés lesz a kulcs. Illetve azt meg én tenném hozzá, a felvezető műsorban is beszéltek róla a Totti miék, hogy ugye a szlovén úgymond nem túl erős bajnokságban ilyen tök sok góllal nyertek gyakorlatilag folyamatosan a Krim Ljubljana játékosai, miközben a Fradi azért ennél pisztit élesebb meccseket játszott, és ez úgymond mellettünk szólhatott volna, hogy jobban tűzbe vagyunk. És az első fél idővel Elek Gábor is elégedett volt, hogyha így nézzük az előzményeket, de ha még ott maradunk, akkor azért a Barbara Árehártra is nagyon készültünk. Hát igen, mondjuk Rizovicsról kiderült, hogy amit én nem tudtam, hogy ennyire jó kapus, meg kell, hogy mondjam. Ugye az egyik időkérésnél Elek Gábor azért utalt rá, hogy ne lefelé lőjenek neki, tehát vélhetően nem csak Árehártra készültek, egyébként valóban az lett volna a kézenfekvő, hogy Árehárt magyar bajnokságban védett, egyébként is klasszis kapus, nyugodtan mondhatjuk. Igen, szóval mondta, hogy megbeszéltük, ennek a kapusnak felsőt kell lőni. És ez nem történt meg. És még egyébként az időkérés után is csak helyenként jelentkezett az, hogy a játékosok tényleg felfelé lőttek volna Rizovicsnak. Az mondjuk váratlan fordulat volt, hogy Rizovicsal a kapuban lényegesen több védése volt az ellenfélnek, ha jól mondom, a hivatalos statisztika szerint 6-tal, mint a Fradinak, mert hogy Januriknak volt 3-3-ig, tehát az első 6-7 percben 3 védése, fél idő végére 7, illetve a második fél idő elején volt még egy. Egyébként, és én utána már nem emlékszem, lehet, hogy még bekerült a statisztikába még egy. Jó is, hogy mondtad, mert az István pont a kapus kérdésről írt. A Fradi meccsel kapcsolatban van néhány gondolatom. Az a véleményem, hogy a legnagyobb gond most már a kapus poszton van. Az kevés, hogy kb. Minden ötödik meccsen védenek jól, legyen az Bíró vagy Janurik, teljesen mindegy. Ezen a mérkőzésen is nem Anna Gross volt a gond, hanem a két kapus közti különbség. Azt írja az vicc, hogy egy közepes képességű kapus 16 lövés fog ellenünk. Az is vicc, hogy többször előfordult már Elek Gábornak, hogy valaki egy védett labdába végvéd egy félidőt, most ugyan lecserélte Janurikot a 23. percben, csak addigra már eldőlt a mérkőzés. Nem tudom, a második félidő. Igen. Percben. Nem tudom, ki a kapus edző a Fradinál, de az érthetetlen, hogy a válogatott ferencvárosi kapusok átlövésből alig találkoznak a labdával. Gondolom a mérkőzés előtt írja, kielemzik az ellenfél játékosait, hogy ki hova lő. Már én is tudom, hogy Gross lövéseinek 80%-a a kapus bal oldalára megy, akkor már logikus lenne, hogy jobban oda koncentrálok szélről, úgy védenek a kapusok, hogy jobban előrelépnek, hogy nagyobb szöget fogjanak, és valamelyik lábukat felemelik, vagy belelövik, vagy sem, és így hosszan fejtegeti, hogy szerinte mi az, ami kapus poszton gond lehet. Mi a véleményetek erről? Vannak olyan meccsek, amikor jobban véd az ellenfél kapusa, ez egy ilyen meccs volt. De azért így általánosságban nem jelenteném ki azt, hogy a Fradi kapusai rosszul védenek. Ugye Bíró Blankára tipikusan jellemző volt, hogy ő átlövésekben gyengébb. Ő mondhatni azt, hogy egy zicser kapus inkább, de és elsősorban a szélsőkkel szemben tudja érvényesíteni az alkati lehetőségeit. De Januriknál pedig én pont azt érzem, hogy ő egy csomószor az átlövésekkel szemben hatékonyabban véd. Most azért ezeket az átlövéseket
én nem is sorolnám gyakran az átlövés kategóriába. Tehát ha megnéznénk azt, hogy Stanko és Gross honnan lőttek, legtöbbször a szaggatottól belül nagyjából 8 méterre ugorhattak fel. És 6 méteren voltak a védők. Gyakorlatilag sánc nélkül, teljesen szabadon szemben a kapuval. Tehát ez nem átlövés, ez zicser. Ezen a szinten ilyen játékosoknak, ilyen kézzel, egy Anna Grossnak különösen... Iszonyatosan rövid felkészítés, gyors keze van, kemény keze van, tehát neki nagyon kevés. Én szerintem ezek zicserek. Itt inkább a védekezésen kell elgondolkodni, hogy meg azon, hogyha már itt soroltad, hogy miket mondott Ele Gábor a mérkőzés előtt, hogy gyakorlatilag amit elmondott, abból semmi nem jött be. És ez az, ami a legnyugtalanítóbb, tehát hogyha elmondja, hogy megvannak a módszerek, hogy annak rossz kezéből kivegyünk néhány fegyvert, hát nem tudom melyiket sikerült, valószínűleg a legkevésbé hatékonyakat, volt egy tompa kése, azt kivettük, csak éppen a golyószóró maradt nála, tehát hogy meg körülbelül ez történt. A másik ugye, hogy elmondja, hogy Arenhart-tól lehet tartani, ugye ez nyilván az előző évi Buducnost elleni mérkőzésekből is adódik, de meg hogy Arenhart itt védett, de egy kicsit, mintha a Fradi játékosokat is meglepte volna, hogy ők nyilván, hogyha Ele Gábor erről beszél, akkor elsősorban ők is arra készültek, hogy majd jön a brazil. Nyilván, hogy elsősorban arra. És akkor Risovic meg nagyon jól védett. Persze nyilván kellene, hogy annyira jók legyenek ezek a ferencvárosi játékosok, és annyira higgadtak, hogy felmérjék, hogy hát ez nem Arenhart, akkor azt csinálom, amit Risovic ellen kell csinálni. Hát ez sem jött össze. De én azért máshonnan indulnék ki, és akkor ez a védekezéshez is kapcsolódik. Edvizs beépítése. Amikor Edvizs ide került a Fradihoz, akkor arról beszélt, hogy ő nem akarja a hierarchiát megváltoztatni. Szerintem elég a játékosok testbeszédére ránézni mérkőzés közben, hogy lássuk, hogy totálisan megváltozott a hierarchia a csapaton belül. Edvizs a góré, úgyhogy kívülről jött, de nem is kell a testbeszédet, hanem csak ezt az egy nyilatkozat részletet, mert én nem emlékszem ilyenre a Ferencvárosnál, ehhez hasonlóra sem, amit Ele Gábor mondott, ugye ez a, ki mondja, hogy partnerként kezelem, kíváncsi vagyok a véleményére és a meglátásaira, eddig szépen és jól működünk együtt vele csapatként is, jól érzi magát nálunk, azt a tiszteletet kapja meg tőlünk, ami őt megilleti. Tehát én nekem már olyan, mintha átadta volna a vezénylőpálcát a mester egy játékosnak. És egy érdekes apró részletre... Nyilván nincs így, nyilván ebből nem, a nyilatkozatból ezt igen, de hát a Fradinál még hasonlót sem hallottál. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy mindig az volt, hogy illeszkedjen be, mi vagyunk a Ferencváros, egy nagy klub, idejött, alkalmazkodjon. Ehhez képest ezt látod. Föltette egy nagyon magas polcra, igen. Az tény. És nem tudom, hogy mennyire figyeltétek, én nem hallottam még nagyon ilyet, lehet, hogy figyelmetlen voltam, hogy időkérés végén ne magyarul mondják azt, hogy hajrá csajok. Ezen a mérkőzésen az egyik időkérés végén kifejezetten azt hallottam, hogy come on girls, vagy... Tehát az mit jelent? Nem tudom, de hogy nem magyarul, van, azt kivettem ebből. Tehát, hogy, és ez mind arra utal, hogy itt nagyon-nagyon megváltoztak dolgok a csapaton belül, ami nem tudom, hogy szezon közben szerencsése. De az Edvics hangja volt egyébként, nem? Nem az ő hangja simán volt? Simán lehet, hogy nem én, láttam. Mint hogyha ott mondott volna egy fél mondatot még a biztatás előtt, és én úgy vettem ki, hogy az ő. Lehet, mert azt néztem, többször visszatekertem ezt, hogy hát ha látom, hogy ki az, aki beszél, de takarásban voltak az ajkak, tehát nem lehetett tudni, hogy honnan jön, de ez mind arra utal, hogy itt nagyon megváltozott valami a csapaton belül. Nem akarom erre fogni, mert ebből kijöhetett volna jól is. Akartam pont mondani, hogy a Gross esetét, ha nézzük, akkor ő és vezérként jót tett a csapatnak. Abszolút, tehát ő is köré épül egyértelműen a támadójátékuk. Tehát ilyen szempontból Jedvics köré kéne, hogy épüljön a védelem, de azért még messze van az összeszokottságtól. Hát és különösen Stolléval. Középen lőtt egy csomót, tehát a hármasok fölött. Hát ez volt a... Pontosan, tehát a kapuval szemben 8 méterről, és nekem nagyon feltűnő volt, hogy az Edvizs Stolle kettős mennyire nincsen összhangban. Kifejezett diszharmóniát éreztem kettőjük között, ami azért furcsa, mert ugye a legtöbbször ezt a múltkor fel is tettük ezt a táblát, hogy milyen belső védőnégyessel játszott a Fradi Edvizs érkezése óta, tehát Stolle játszott a legtöbbször mellette, de itt a váltások, az, hogy kinek kell elmozogni a beállóval, kinek kell fellépnie, ez egyáltalán nem stimmelt kettőjük között. Rengetegszer nem ért ki senki ugye a lövőre. Volt, hogy ketten léptek fel, most nem tudom, hogy ebben a felállásban volt-e akkor fent a védelem, de akadt erre igen, példa. Tehát hogy én szerintem
azért azt vegyük figyelembe, hogy Anna Gross a támadásokba érkezett. A támadásnál egy klasszis játékos, ha megteremtik neki csapatjátékkal a helyzetet, akkor az klasszis játékos marad. A védekezésben, erről Edvizs érkezésekor is ugyanúgy beszéltünk, hogy azért az, hogy valaki főnökké váljon egy védelemben, vagy csak beilleszkedjen egy védelembe, az lehet, hogy hosszabb időt vesz igénybe. És itt én még nem éreztem teljesen az összecsiszoltságot. Nagyon nehéz ez, mert ugyanakkor ez a koncepció, hogy csere nélkül játszon a Fradi, ez szerintem egy előremutató dolog kifejezetten. És ez 20 percig a meccs elején tökéletesen működött is. X körül volt végig a meccs, ami egy megfelelő helyzet. De hát az, hogy a hierarchia megváltozott, az mit jelent? Az azt jelenti, hogy például Kluiber Katrin, akinek az első számú léte jobb átlövőként megkérdőjelezhetetlen volt, második számú lett. Igen, amiatt, hogy ne cseréljen. Hogy ne kelljen cserélni, és Stolle ott legyen hármasban. Na most Stolle támadásban egyébként sem volt azon a szinten legtöbbször, mint Kluiber, volt egy-egy meccs, amikor ez bejött, de gyakorlatilag Kluiber támadó játékát beáldozták a védekezésért a Fradinál. 33 kapott gól lett ugye ezen a mérkőzésen a vége, tehát azt nem lehet mondani, hogy a védelem most annyira jól működött volna. És én csináltam is egy ilyen statisztikát, azért Kluiber NB1-es meccseken szerzett akciógóljairól, mert hogy úgy érzem, hogy ő neki az önbizalmára is ráment ez, ami történt, hogy ő hátrébb sorolódott a saját posztján. És ebből a statisztikából az látszik, hogy Edvizs érkezése óta az NB1-es meccseken háromszor is előfordult, hogy csak egy gólt lőtt Kluiber, előtte nem volt az egész szezonban olyan meccse, ahol ne lőtt akciógólt, ahol ne lőtt volna legalább kettő akciógólt. Négy meccsből háromszor csak egyet lőtt azóta. És ezen a mérkőzésen pedig ugye a Krim Ljubljana ellen nulla gólt lőtt, ez volt a 49. Bajnokok Ligája mérkőzése Kluiber Katrinnak, és eddig egyetlen egyszer fordult elő, hogy nem lőtt gólt. Ez tavaly februárban egy Rostov elleni mérkőzésen volt, amikor előző nap megsérült az edzésen, igen, és csak benevezték, és nem is lépett pályára. Hát egyébként pont a Miklós írta nekünk, hogy a magyar játékot sok kivétel, ugye nyilván Márton Gréta, nagyon gyengén teljesítettek. A 26 Fradi gól közül 6-ot szerzett magyar játékos, ez a gólok 23%-a, és hát azt is tudjuk, hogy ebben Márton 5-öt vállalt. Úgyhogy köszönjük szépen az ő írását is. Ő még bedobott egy témát, hogyha arra át tudunk majd kanyarodni, mert ez is nagyon érdekes, hogy megvizsgálták Lilivel, akivel megküldtek nekünk ilyen táblázatot, hogy mi van akkor, hogyha ilyen nagy, nehéz bombázó játékosokkal találjuk magunkat szemben a szezonban, és ezt odaadom neked, ezt a táblázatot. Érdemes megnézni. Igen, hát a feltűnő egyébként, hogy a Fradi ellen vannak játékosok, akik nagyon megszórják magukat. Nem csak Gross, ugye? akcióból, ugye Reisztád, emlékszünk rá, Neagu, Fauske. Mm. Tehát, hogy ezek a játékosok mindannyian legalább 8 akciót lőttek egy meccsen a Fradinak. Mondjuk a többségük bal átlövő, most itt Gross esetében egy jobb átlövő tette meg. Grossnak azt is kiedzetelték, mondták, hogy nyilván fenntartásokkal ugye az EF statisztikája, de hogy 9 gólpassz. Sok gólpasszt adott. Brutális. Igen. A 9-ben én sem vagyok ugye biztos. Egy darabig Bölk tartotta vele a lépést, de egyedül csak Bölk. És ez azért megkönnyíti a védekezést. Hm. Amikor kintről Zácsik ugyan lőtt, de szerencsélyesen volt, pontatlan volt, nem ment neki. Miért nem mennek az idegenbeli mérkőzések amúgy? Ja, bocsánat, miért nem mennek az idegenbeli mérkőzések? Hogy látjátok, ennek is van valami pszichés oka? Nem tudom, hogy ez tendenciaként felfogható-e? Hát erről a közvetítésben is úgy beszéltek Petur Andrisék, hogy valahogy nem a idegenbeli mérkőzéseken dominálunk. Hát nyilván azért a Fradinál a hazai pálya az nagyon erős. Csak igen, hát most hazai pálya volt szinte, és az Ele Gábor ezért kért elnézést a szurkolóktól, mert sokan hát voltak, sokan is hallottuk őket, van, igen. Ez egyébként ez a táblázat ugye, hogy Gross, Fauske, Neagu és Reisztád is ilyen sok gólt lőtt a Fradi ellen, az abból a szempontból érdekes, hogy a Fradi nem változtat.
Tehát hiába van egy ilyen erősebb játékos, maximum a személyek változnak a kettes védőposzton, esetleg a hármas védőposzton. Elek Gábor elmondja, ezt tudjuk, hogy lépjetek fel. Most is elmondta egyébként, hogy ne szoruljanak be a beálló mögé, hanem próbáljanak az árásból kilépni. De igen, ez a taktikai repertoár szűkösségéről is árulkodik, hogy a Fradi sosem próbál meg egy emberfogást az ellenfél nehéz bombázójával szemben, mondjuk egy 5+1-es védekezést, nem próbál meg egy sima zavaró védekezést, egy 5-1-es védekezést. Támadásban nem próbál meg, ha nem megy a támadójáték, egy 7-6 elleni játékot, amit már egyébként most már Magyarországon is egyre több csapat, amióta itt kritikaként ezt elmondtuk, hogy Magyarországon egyébként sem látni, hogy ezt alkalmaznák, de most már egyre több csapatnál felbukkan legalább rövidebb időkre. Tehát lehet, hogy ebben azért léphetne előre a Fradi, és mondjuk ha a védekezésnél maradunk, akkor egy Anna Grosst lehet, hogy kivehetett volna a csapat emberfogással, vagy egy erőteljesebben fellépő bal kettes védővel, tehát valamit lehetett. Aztán arra megcsapta volna meg a választ, ha ez megtörténik, hogy ez működőképes, amikor az ellenfélnél ott van Stanko, meg ott van Lekics, meg adott esetben Pino is. Igen. Egyébként a másik ágon, aztán majd visszatérünk a Ferencvároshoz, csak ide kapcsolódó téma, Odense, így kell Odense. És a Brest az ugye 25-24, egy 13-12-es fél idő után, és pont írta nekem Imre, hogy ha esetleg Elek Gábor véletlenül meg akarná nézni, hogy néz ki egy jó működő 7-6 elleni játék. Jó erre felkészült védekezés ellen, remélem látta az előbb ezt a mérkőzést, az Odense konkrétan ezzel fordított. De mindegy, végén. Igen. Odense konkrétan ezzel fordította. Röviden ejtsed. Odense. Nem tudod röviden. Odense konkrétan ezzel fordította meg -3-ról az utolsó 20 percben a mérkőzést. Hát így van egyébként, de az nem egy próba volt. Dánoknál van hagyománya. Így van, tehát hogy az egy nagyon gyakorolt felállás azért náluk, de kétségtelen, hogy ott a második fél idő elején szinte képtelenek voltak gólt lőni, és ettől azért megindultak, amikor ott a 10 perc elteltével váltottak a 7-6 elleni játékra. Csak tudjátok, az érdekes, hogy most a fórumokon, és az István is ezzel fejezte be az ő kis írását, hogy most már ő is lehet, hogy azok közé tartozik, akik megkérdőjelezik az Elek Gábor személyét, és nyilván tök rossz erről a témáról beszél meg mi dolgunk, hogy ki az edző a Ferencvárosnál, ráadásul én alapvetően jó viszonyt is ápoltam mindig Elek Gáborral, de nyilván, hogyha nézzük a különböző hozzászólásokat, akkor ez most téma, és azt írja például egyik hozzászóló, azért lássuk be, hogy Elek repertoárja elég karcsú, létezik 5+1 vagy 4+2-es védekezés is, amikor már csökkent a remény, akkor 7-6 ellen lesz, még a Debrecen is tudja, pont a Ferencváros ellen játszották, látszott rajtuk a bizonytalanság az elejétől fogva, szóval, hogy itt megkérdőjelezik, hogy mennyire tud egy edző ilyenkor belenyúlni. A Rostov ellen egyetlen akcióra láttuk ugye a 7-6 elleni játékot. Ugye az a Rostov elleni meccs volt, talán azt hiszem, igen, nekem is úgy rémlik. Ahol ott hetest harcolt ki belőle a Fradi az utolsó másodpercekben, és az végül is pontban is megmutatkozó eredményhez vezetett, de valóban nem jellemző, hogy nagyon belenyúlna az alapstratégiába Elek Gábor. Aztán persze nyilván ez a személyes tapasztalataiból is adódik, mert szerintem ez így működik, szerintem a ferencvárosi hagyományokból is adódik, mert amióta az eszemet tudom, ott azért ilyen tekintetben nagy variációk nem történtek. Most ez működhetne jól is, de amikor nem működik jól, akkor van az emberben hiányérzet. Az pedig, hogy mondjuk most ezen a meccsen kétségtelenül nagyon nagy jelentősége volt annak, hogy Kluiber nem tudott gólt lőni, hogy Szőlősi, Zácsik, Szandra, akinek voltak egészen extra meccsei az előző időszakban, pekjesen lőtt, kapufákat lőtt, egy gólja volt, azt hiszem összesen. Hét kísérletből. Tehát, hogy... Igen. Tehát, hogy azért ezek is hozzátartoznak, nyilván készült is az ellenfél. Az, hogy a kiesett, bocsánat, 10 perccel a vége előtt, az még nem biztos, hogy közvetlen hatása volt a gólkülönbség kialakulására, de azért mégis szerintem már volt ezzel hozzá, és még 5 volt ott, és 2-5 még közé tettek. Hát Bölknél az volt az érdekes, hogy a második félidőben az első időkérésénél Elek Gábor már megkérdezte, hogy bírod-e még. Tőle kérdezte, nem tőlem. Mondjuk én is nehezen bírtam már ott. De hogy Bölk nagyon sokat van a pályán, és tudjuk, hogy micsoda teherbírású játékos, de azt tudomásul kell venni, hogy Emily Bölk egy erőből játszó kézilabdázó, erőből is cselez. Tehát az átemelése, de az induló csele is arra épül, hogy nagy lendülettel odamegy, erősen megcsinálja a cselt, nem tudják megfogni, beviszi az embert magával.
és ezt nem lehet végtelenségig csinálni, nem lehet 60 percen keresztül, és ott már lehetett is látni Bölkön, hogy ami az elején simán gól lett, az ott már nem lett gól. A piros lapja előtt nem sokkal. Igen. Tehát, hogy már kezdett tényleg ő fáradni. Igen, ott kezdett már egy kicsit visszaesni a játék. És szerintem egyébként nyilván ez a harmadik kettő perce is ebből adódott. Igen, bár szerintem elég úgy húzták meg a határt, következetesek voltak a játékvezetők a mérkőzésen is, én így láttam legalábbis, de úgy húzták meg a határt, hogy ez mind a három olyan nem igen, minden vannak, meccsen kiállítás. Vannak olyan bírók, akik ezt erre nem adnak kettő percet, de ezt Bölk akkor már kifejezetten tudta, hogy hol van a határ, és tudta, hogy két-két perce van. Én szerintem, hogyha ő nem oxigénhiányos állapotban játszik akkor már, akkor simán elengedte volna inkább az ellenfelet. Hát az a szomorú, hogy nem volt senki, aki segítsen a csapaton rajta kívül. Egyébként az az érzésem, hogy Gribics teljesen leépült. Tehát, hogy ő úgy került ide, hogy extra mérkőzéseket hozott. És már Zácsik irányít, nem is ő. Igen. Hát ez a cserék, tehát a cseremetességgel magyarázható. Igen, a Bukarest elleni meccset ugye Gribics nyerte meg időkérés nélkül a zseniális utolsó pillanatban szerzett góllal, viszont valószínűleg érzi azt, hogy azzal, hogy ő már jövőre nem itt játszik a valamelyest. De ez a hülyeség, most bocsánat, hogy szabadba vagyok, de hát ez hány klubnál van ilyen, hogy már nem ott játszik megváltozott jövőre? Megváltozott a szerepe a csapaton belül. Értelek, de például emlékszem a Szegedben a Kásperek hetéje volt, hogy már sajnálta a pásztor szerintem, igen, hogy elengedte, emlékeztek, olyan jól játszott néha abban az időszakban, aztán persze tényleg őnek ilyen kiismerhetetlenül föntlen volt a játék, de visszatérve időszak, ide, ez miért tényleg? Volt egy időszak, amikor próbálkozott Elek Gábor azzal, hogy fent hagyja Gribicset a szélen védekezni, és kettesben mondjuk Hársvalvi volt, aki olyankor védekezett. Ez az időszak elmúlt, így Gribics szerepe miután most úgy tűnik, hogy a Fradi felfogásában nagyon fontos, hogy minél kevesebb csere legyen, ezért kisebbé vált. Ettől nyilvánvalóan őnek is elment az önbizalma, ez a hierarchia kérdés, ez minden játékosnál nagyon fontos. Hiába profi játékosokról van szó, meg számon kérjük, hogy miért a kis lelke ilyen meg olyan, hát tudjuk. Tehát ezeknek a játékosoknak van lelkük, és ettől függ először az önbizalmuk, utána pedig a teljesítményük. Tehát Gribicsnél is azt érzem, hogy ő korábban volt olyan állapotban a szezonban, hogy át tudta volna venni a terhek egy részét Bölktől más módon, tehát ő máshogy csinál helyzetet, meg máshogy lő gólt, most nem. Na akkor itt dobom be azt a témát, hogy ez a téthelyzet megbénít minket erről a stúdióban, és nem tudom, láttátok-e, beszélgettek a Sport 1-en, és ott nem de igaz... Ki az a minket? Hát a ferencvárosi játékosokat. De kit, Bölköt? Hát mindenkit, tehát hogy alapvetően... Málesteint? Tehát, hogy igen, ez igen, ők is ezt kérdezgették, egyébként pont ezt kérdezgették. Nem lehet, hogy valaki beraksz egy magyar csapatba, és egyből megbénul a tét. Márton Grétát? Na, de ugyanezeket a neveket sorolták föl, ott az Ágai kis Andrisék is egyébként pont, amiket most felsoroltatok. Szerintem nem erről van szó. Szerintem sem. Egyáltalán. Én inkább ilyen személyes magyarázatokat gondolok emögött, mint amit elmondtam Kluivernél, megváltozott a szerepe nem olyan régen, szerintem ezt nem olyan könnyű feldolgozni, Gribicsnek is megváltozott, most Szőlősi Zácsik Szandra pedig szerintem már többször igazolta azt, hogy ő nem az, aki feltétlenül ne bírná a téthelyzetet, most ez így jött össze. Ugye egyébként jellemző, hogy amit nem nagyon szoktunk látni a Fradinál, hogy három jobbkezes volt kint, tehát Kluivernek annyira nem igen, ment, hogy már azt is megpróbálta Elek Gábor, hogy Gribics irányított, Szőlősi Zácsik Szandra volt a jobb átlövő és Bölk a bal átlövő talán, de két irányítós játék volt Szucsánszkival, tehát hogy három jobbkezes volt kint. Tehát ott próbálkozott a saját maga szabta kereteken belül Elek Gábor, tehát nem azt mondom, hogy nagyokat változtatgatott, de próbálta variálni, és ez itt a végén se, hogy nem akart összejönni. Na akkor nézzünk előre még gyorsan, mit lehet kitalálni, hogy ebből kijöjjünk, ebből a gödörből. Nagyon ki volt, ő is láttam a nyilatkozatnál, és hát valóban ez már egy jelentős hátrány, ahogy te is kifejtetted, ha csak a múltbeli statisztikákat nézzük, de hát nyilván hazai pálya, ott egy brutális közönséggel, ilyen játékod valószínűleg még egyszer nem hiszem, hogy előszedünk, mint a második fél időben. Hát extázisra van szükség szerintem a játékban, a lelátón is. Jó kezdésre mindenképpen, hogy hát ha egy kicsit sikerül őket megrángatni, de egyébként tényleg azért alaposan oda billen most arra az oldalra a mérleg. Igen, szerintem nem is az a lényeg, amit Elek Gábor mondott, hogy a Fradi játékosok mit mondott?
hogy ne toljanak be, hanem hogy az ellenfél kellene, hogy betoljon, legalább egy átmeneti ideig. És hogyha belegondolunk, hogy kik alkotják a Krim Ljubljanát, akkor nagyon nehéz elképzelni, hogy a Pino, Gross, Lekic és Brunovic, és sorolhatjuk a játékosokat, ők majd egyszer csak össze, meg vissza. Tehát, hogy ez a probléma ezzel, de ettől függetlenül lehet egy tisztességes, jó meccset játszani, amit megnyer a Fradi, és akkor utána, hogy mennyivel nyeri, az meg majd meglátjuk. Egyébként Edvishez még egy mondat, hogy Edvish így első számú játékos beállóként támadásban, ami nagyon régen fordult elő vele. Igen. Tehát, hogy ez is egy olyan jel, hogy a Fradi a támadó játékot is rábízta Edvishre, ami nem feltétlenül törvényszerű az ő esetében. Ugye 4 gólt szerzett, ennél több gólt Bajnokok Ligája mérkőzése még akkor ért el, amikor a Metzben játszott, azóta nem. Hát csúnya, amit az ember most így a végére mond, de fókuszálhatnak lassan a bajnokságra, nagyon úgy tűnik. Majd meglátjuk. De akik még egy hetet várjanak. De még várjanak azért, és tegyék oda magukat, hát ha van csoda, tudjuk, hogy van. És hát Vanyus Attila azért kell, hogy nyilatkozzon, mert hogy a Győrnél meg ilyen, mindig ilyen minden rendbe zajlott, minden olyan szépen flottul ment, úgy tűnt a háttérben is, néha már Egri Viktor sem értette, hogy miért kell még egy topkapust esetleg igazolni, de ezen kívül gyakorlatilag tényleg a szépről meg a jóról szóltak a hírek, és hát nyilván a széphez meg a jóhoz biztos vagyok benne, hogy köze volt nagyban Barta Csabának, aki már nem a győri Audietto elnöke, hanem ugye gyakorlatilag Vanyus Attila arról kellett, hogy kiadjon egy közleményt, hogy mindenki nyugodjon meg, békében, teljesen tökéletes rendben zajlik a háttérben a munka, mit szóltok a győri változásokhoz, és mennyi hatása lehet ez a jelenre, illetve a jövőre, ugye a cél továbbra is minden szinten a aranyérem. Hát a jövőre annyiban biztosan lesz, hogy más az elnök, más lesz az elnök, egyáltalán más hozza majd azokat a döntéseket meg, amelyeket Barta Csaba hozott az elmúlt időszakban. Nekem az a furcsa, illetve nem furcsa, mert tökéletesen értem, hogy a kommunikáció, illetve a kommunikáció nélküliség gyakorlatilag kiadtuk, elment, többé nem beszélünk erről. De értem a szándékot, mert az a szándék, hogy ez minél előbb elsimuljon, elcsituljon, ne beszéljenek róla, csak szerintem ez így, és nem is ezt szoktuk meg a Győrtől, ez így nincs jól. Tehát, igen, nem természetes. Nem. És egyáltalán nem ilyen volt eddig a klubnak. Hát gondoljunk abba bele, hogy Vanyus Attila az örökös tiszteletbeli elnökként igen. nyilatkozik most. Igen. Aki nem tudom, mikor szólalt meg egyébként klubügyekben. Tehát... Igen, de ő egy ilyen biztos láncszem mindig is. Az volt, meg az is lesz. És azt gondolta volna az ember, hogy majd Barta Csabával is valami ilyen hosszú távú házasság köttetett. De hát nyilván mind a két fél, gondolom, tudja, hogy miért így történt, ahogy történt. Leginkább ez a gazdasági társaság alakulása, azt mondják a fő szempont. Vélemény? Jó, hát az a baj, hogy így zajlik, nem az, ami zajlik, hogy egyrészt az utolsó pillanatban történt meg ez a gazdasági társasággá alakulás. Annak... Igen. Van egy kis időhúzás jellege igen. ennek, vagy volt. Tehát ez nagyon furcsa. Az, hogy igazából eddig totális békés vízfelszínt láttunk csak, szinte redőzetlen, és akkor egyszer csak óriási hullámok kezdenek el csapkodni, és nem tudjuk, hogy mi zajlik a mélyben, csak ugye ilyen kiszivárgott információk alapján lehet azt gondolni, hogy végül is, akárhogy is nézzük, egyfajta hatalmi harc dúl a mélyben, ahol a város nem szeretné, hogy másé legyen az irányítás, holott eddig azért másé volt, és működött ez a dolog így. Szerintem szerencsétlen nyilatkozatok hangzottak el, tehát amikor a polgármester arról beszél, hogy félnek, hogy a futballcsapatból kiindulva, hogy majd a kézilabdában ugyanez lesz. Hát a futball... De valami bűncselekmény volt. Hát a futballcsapatnál igen, egy súlyos bűncselekménybe keveredett cég volt a tulajdonos. Hát nem gondolnám, hogy azért érdemes volna a mostani főszponzort, vagy bárkit ilyennel gyanúsítani. És tudom, hogy nem erről szólt a nyilatkozat, de mégis volt egy ilyen kellemetlen mellékzöngél. Rossz az összehasonlítás, hogy ugye kiszivárok, hogy Barta Csabának már alig volt hátra a szerződéséből valamennyi, és mégis iszonyatosan nagy végkielégítést kér a fizetéséhez képest, különösen, tehát ez a 60 havi. 60 havit.
De jó, 30 helyet 66. De jól mondjátok, kiszivárgott, ugye 80 millióról beszélünk a sajtóhírek szerint, de hogy, tehát, hogy ezek valaki szivárogtat. Miközben pont olyan jó volt, hogy volt egy ilyen szigete a kézabdának, ahol a béke, a nyugalom, hogy te mondtad, ment, úgyhogy remélem, hogy nem folytatódik majd a sárdobálás, szerintem nem fog. Ebből igen, a közös megegyezés és szegény Vanyus Attila. Tehát Vanyus Attila azért elég sokat áldozott erre a klubra, és iszonyatosan sokat szenvedett azért, hogy utána ebből már ne ő arassa le a babérokat, de mégiscsak a világ egyik vagy a legjobb csapata legyen, és akkor ilyenkor őt tolják előre, mert ugye ő az a tekintély a régi győri szurkolók szemében, meg a győri lakosok szemében, aki ezt mondjuk könnyebben el tudja adni a közönség felé. Mondjátok, hogy lapozunk, hát én viszont tök szeretném azt megjegyezni, hogy nagyon jó fej a közönség, hiszen szerintem azért az, hogy elismerték a Bartának a munkáját, ugye erről ő is nyilatkozott, azért az azt mutatja, hogy ők is jól látják, meg látják, hogy a háttérben is mennyire fontos dolgok kellnek ahhoz, hogy az előtérben jó dolgok mehessenek, és én nem dolgoztam a Barta Csabával, nem tudom, hogy milyen sportvezető, a legsikeresebb, az viszont tudjuk. Tehát Isten igazából a tiszteletet megérdemli, abban biztos vagyok, és a szurkolóktól ezek szerint meg is kapta, úgyhogy kíváncsian várjuk majd, hogy a Győrnél ez lesz bármilyen változással. Igen, annyi kiegészítést tennék a saját magam által elmondottakhoz, hogy azért Danyi Gábor elbocsátása kapcsán már ez a fajta kommunikáció érvényesült. Tehát ami kellemetlenebb történet, akkor lehet, hogy azt úgy próbálják el, és egyébként ott bejött. Tehát ott gyorsan elhallgattak azok a hangok, amelyek esetleg erősödni látszottak. Igen, az is egy furcsa dolog volt valóban, amikor ott Ambros Martin már ott volt az edzéseken, Danyi már félig meddig adta át az infókat, aztán közben jött a változás. Na hát mindegy, erről majd lehet, hogy könyvet ír Barta Csaba, ki tudja. Az viszont tény, hogy mi megyünk tovább, és akkor a nőkről csak egyetlen egy mondat, hogy igazad lett, bár ezt is próbálták így eltüntetni egy kicsit így a háttérbe, csak a norvégok egy kicsit kardoskodtak, hogy azért derüljön ki, hogy már nem a Delo a főszponzor. Igen. És hogyha elsumákolni, ezt a szót kerestem, igen. Tehát próbálták, és a Norvég Kézabda Szövetség nyomására is született meg ez a bizonyos dolog, amit te már ugye beharangoztad, hogy eltűntek a bannerek, meg a különböző dolgok. Delo név az valahogy egyre kevesebb helyen bukkant fel. Aztán most kiderült, hogy akkor Norvég és Egri Viktor nyomására. Én csak észleltem. Igen. Na, és a lányokról még annyit, hogy ugye azért beszéltünk arról, hogy a Siófoknak úgy tűnik, hogy jót tett az edzőváltás, és érdemes felidézni, és te fel is idézted, hogy a Moson-Magyaróváról, amikor ugye annak idején még Danyi Gáborra játszottak, mennyi lett a végeredmény, és most? 29-48 volt akkor a Siófok szempontjából nézve, most 28-26. Így van. Ezt nevezik talán markáns változásnak, és a Siófok ezzel feljött az ötödik helyre, valószínűleg ezt fogja tudni megtartani, mert a Vác ugyan picit van csak előtte, de egy meccsel több van még a váciaknak hátra, de hát ez egy óriási dolog ahhoz képest, ahogy a Siófok rajtolt. Mi lehet a változás oka egyébként, hogy látjátok, vagy hogy látod? Ennyit számít, hogy szerintem más az edző. Például az, hogy Klivinyi Kinga beépült, az egy nagyon fontos kérdés, hogy látom gyakorlatilag minden mérkőzésen ott van a Siófok legjobbjai között, ami ugye külön öröm azok után, hogy ő neki azért nagyon sok időt kellett egyrészt a kézilabdapályától távol töltenie, másrészt pedig amikor még játszott a Fradiban, akkor pedig úgy játszania, hogy nem volt igazából munkaképes. Tehát ez egy nagyon pozitív dolog. Ez az egész csapatra jó hatással lehet akár, de amikor belenéztem a meccsekbe, feltűnő volt a védekezésbeli javulás, legalábbis számomra. És hát valószínűleg a szlovén vezető edző, aki egyébként pont a Krim Ljubljanától érkezett, ő megtalálta a hangot a játékosokkal, és ez segít. És azért a játékos keret az szerintem rossz, így van. Mindig is úgy tűnt, hogy alkalmas lehet arra, hogy valahol ott az első hat hát közül legyenek. Ez is volt alapvetően a célkitűzés, amikor neki kezdtek. Hát nem tudom, hogy mekkora pofontként élte meg a Veszprém, de kapott egy kisebb fajtát, hiszen a Momir Ilicsnek azt kellett nyilatkoznia, hogy a fürediek jól játszottak, és jobban akarták a sikert, mint mi. Azért ez nagyon beszédes ez a mondat, és hát egy döntetlenre futotta a Balatonfürednek, egyébként gratulálunk természetesen, mert megszorongatták azért rendesen a Veszprémet. Hogy láttátok ezt a találkozót?
Hát sokáig sima volt, tehát úgy tűnt, hogy itt nem lehet semmi baj. Ugye fönn voltak a fiatalok, aztán egyszer csak elkezdett pontatlanná válni a Veszprém támadásban, a Balatonfüred pedig nagyon szépen felzárkózott, és amikor már ott volt a Veszprém nyakán, egyébként lassú volt szerintem támadásban egy kicsit a Veszprém, ahogy én láttam, hozzáteszem, hogy ugye Májét a végén küldte csak vissza Ilics, aki talán maga is úgy gondolja, hogy ő maga is belealudt a nagy gólkülönbségű vezetés hatására a mérkőzésbe, de Májé például én úgy tudom, hogy betegséggel küzdött a mérkőzés előtt, ugye Lauge alapvetően nem volt sérülés miatt, tehát kicsit ott beszűkültek a lehetőségek. Ugye Lékai és Lauge leláton ült. Lékai, igen, ő sérülés miatt szintén hiányzott, úgyhogy Lukács alapvetően is sokat szokott játszani mostanság bajnoki mérkőzéseken, de most talán még többet szerepelt. Ilics nagyon sokat volt fönt, Dörnyei az utolsó pillanatig fönt volt, tehát a második fél időt megkapta. Ez volt a sok. Az volt a sok, hogy volt egy időszak, amikor egyszerre volt fent Dörnyei, Ilics, Lukács, Ligetvár és a bal szélen Pergel Andrej, aki ugye alapvetően a Veszprémnek a második csapatában, az akadémia csapatában, az NB1B-ben szokott játszani, és jövőre majd Tatabányán kézizik, de aki nem balszélső, és igen, balszélsőként volt fent, hanem balátlő. Amikor a felzárkózásnál, vagy amikor már igazán a nyakukon volt a Füred, akkor már visszajöttek a rutinosabb. Az utolsó akkor már úgy lendületben volt a Füred, amelynek nagyon jól játszottak a magyar válogatott játékosai, szerintem. És azért ott is voltak hiányzók, tehát hogy nem igen, csak igen, a Veszprémnél, igen. És ott is volt olyan játékos, aki Smetán, aki nagyon jól mozgott, és ő is a igen, ő fiatal, második ő is csapathoz tartozik. Vagy NB1B-s alapvetően. Hogy... Igen. Néha ilyenkor választ kapnak azok a szurkolók, akik mondják, hogy miért a sztárok játszanak, miért nem játszanak többet a fiatalok. Nem lehet mindent rájuk csalni azért, mert hogyha Yahia teljesítményét gólcső alá veszük, hát ott is találni azért hiányosságot. Oké, csak hogy végén őrült. Akkor lehet, hogy egy kicsit most túltolta az Ilics, hogy egy kicsit túlságosan sokáig hagyta fönt őket, de hát valamikor gyakorolni kell. Meg ha hátra van még 10 perc, és X körül vagy a Balatonfüreddel, és visszaküldöd a sztárjaidat, akkor azt gondolod, hogy na jó, ez a mérkőzés azért meg lesz. Hát az ellenfél már fárad is, ők sőt, pihentek. Sőt, még előnyben voltak. Igen, és ehhez képest mondjuk Májé például elkövetett egy szabálytalanságot üres kapus kapura lövésnél, amiből 7-es lett és 2 perc, és 2-es ember hátrányba került a Veszprém pár perccel a vége előtt. És például ez azért annyira nem használt az együttesnek, de különben is úgy alakultak a dolgok, hogy a végén akár még meg is nyerhette volna a Balatonfüred. Szerintem nem is ez az érdekes igazából. Persze érdekes, mert hogy a Balatonfüred még soha nem szerzett pontot a Veszprém ellen, a Balatonfüredieket nagyon feldobhatja ez, amúgy is igen, biztosnak tűnik a harmadik helyük a Veszprém bajnoki szereplése szempontjából. Meg kell nyerni a Szeged elleni meccset ahhoz, hogy elsők legyenek az alapszakaszban. Tehát ennyi. Ezt különben is meg kellett volna tenniük. Pontosan. Tehát nagy változás nincsen, viszont ami fenyegető, az szerintem a BL meccs. A védekezés. Tehát egyszerűen nem is értem. A gyors támadások megvannak, amit ugye láttuk, hogy ez tényleg egy olyan elem, amit nagyon erőltett Momir Ilics, és amit sikerült is a csapatnak egész jól elsajátítania, de például azt szerintem ezen a mérkőzésen kiderült, hogy Nilsson nem megoldás hármas védőben, amikor ő bent volt, az szinte a katasztrófával volt egyenértékű. Tehát a meccs elején úgy kezdtek, hogy Sipos Nilsson, és hát az, hogy Nilssonon 2 perceket csináltak, legyen. De hogy Topics egyfolytában megjátszható volt, és különösen a Nilsson körüli területen, egyébként, az nagyon súlyos. Egyébként nem tudom, hogy Nilssonra milyen hatással voltak esetleg azok a hírek, hogy jön Fabregas is. Mert szerintem ezt nem zárhatjuk ki azért, és nem biztos, hogy ő ki tudta zárni, mert hogyha jön Pesmárbek, jön Fabregas, hoppá, akkor én hol is leszek akkor? Amikor ők majd itt lesznek 2023-tól, ugye jön már Fabregas is a Lékip szerint, illetve hát én jó, tudom, hogy hát a Barcelona is gyakorlatilag szivárogtatott. Rendben van, értem. Hát és az, hogy szivárogtattak, ugye azt mondta egy ottani sajtóorgánum, hogy annyira sok pénzt tudott a Veszprém ajánlani, hogy ezzel már nem tudott a Barcelona versenyezni, gyerekek, annyira jó ezt hallani, nem? Jó, de közben azt is látjuk, hogy Yahia védekezése is mennyire sebezhető, pedig volt egy idő, amikor azt gondoltuk, hogy na most ebben feljavult, és hogyha az egészet nézzük így egybe az előző időszakát a Veszprémnek, hogy itt nem sikerült stabilizálni ezt a védekezést, vannak időszakok, amikor valahogy úgy összeáll, ilyen 10 percekre, 15 percekre,
van, hogy egy fél időre is, de nincs az az érzése az embernek, hogyha legközelebb ugyanaz a társaság megy fel a pályára, akkor az megint jól fog védekezni, hanem csak az, hogy mint hogyha most véletlenül összeállt volna a dolog. És ez szerintem nagyon súlyos a BL kieséses szakasza előtt, mert ezekkel a 30 pluszos kapott gólokkal minden meccsen ezzel nagyon nehéz tovább jutni. Visszatér csak egy mondatra a lehetséges igazolásról, mert nyilván ezek készpénzként meg nem tudjuk kezelni. Hivatalos bejelentés nem volt. Én úgy fogalmaztam, hogy jól hangzik, hogy van az a pénz, de valójában jól hangzik, hogy... Tehát biztos, hogy erről szól. Tehát azért nézzük már meg a Barcelona anyaklubjának a helyzetét, és akkor, hogy a szülhet esetleg bizonytalanságot némely kézilabdázó fejében, vagy akár a kézilabda... Na de szülheti-e azt mondjuk, hogy egy kicsit visszaveszik a kézilabda csapatnál is a költést? Hát ezt mondom. Tehát, hogy húztak egy határt, igen. Ami már és lehet, ugye... hogy anyagilag nem elég. Vajon fogadná-e arra, hogy Fabregas lesz a, vagy akár megközelítőleg ő lesz Magyarországon a legjobban fizetett álló, hogyha ő idejön? Igen, szerintem mondjuk, hogyha ezt így felvetette Krisztián, akkor valakire gondolhatott is, aki esetleg jobb fizetéssel. Nem csak azért, mert hogy ez így most kézilabdázik. Így pattant. Annak idején, de nem ha biztos, hogy erről van szó. Hallottam, hogy ilyen 50 ezer eurók fizetések repkedtek a vele kapcsolat, nem azzal a másik beállóval kapcsolatosan, és mondjuk... Milyen másik beállóval? Aki lehet, hogy jobban keres nála. De én most már nevet szeretnék hallani, mert jó. Na mindegy, a lényeg az egészben, hogy akkor még a Barcelona többet ígért, tudom, csak aztán ott is történt, ami történt, és nem tudták vállalni azt az ígéretet, gondolom, de nyilván nem látunk bele ezekbe a lapokba. Fabregasnál az az érdekes, hogy ő katalán származású, tehát, hogy az ilyen játékos az általában kevésbé szívesen hagyja el Barcelonát, meg a Barcelona csapatát. De mondjuk nem látunk bele abban sem, hogy milyen a kapcsolat az új edzővel, tehát egy csomó minden. Meg nem látunk bele, hogy a Nagy Lacival milyen kapcsolata hát van, és igen, igen. Lehet, hogy az csábító, amit mindesetre jó hát, igen, azért Nagy Lacit sok kritika éri, a ez nem titok talán, hogy a szurkolók részéről sok kritika éri, de hogyha ő felhív valakit, teszem azt Barcelonában, az elég jól hangzik, azt gondolom. Igen, igen, igen. Hú? ki van onnan? Ugye itt volt ez a deszká, ügy is, hogy szintén francia lapokban igen. Megjelent, hogy... Hát a Léképben. Ja, tényleg is. Tényleg. Hogy esetleg ő jöhet Veszprémbe, de hogy ott csak úgy, hogy a Veszprém az egyik kérő. Uh-huh. Most ott nekem azért volt ez igazából furcsa, mert hogy most hallottuk, hogy igazolt egy balszélsőt a Veszprém, és hogy egyébként van egy másik balszélsője is, tehát hogy mondjuk nem tudom, hogy Ellison és Strülek mellé kell egy harmadik. Ott akár az is felmerülhet egyébként, hogy egy jó kapcsolatokkal rendelkező menedzser bedobja ezt, hogy jobb fizetést harcoljon ki a játékosának. Meglátjuk. De mondjuk az egész jó lenne, hogyha egy ilyen francia vonal kialakulna, mert a franciák... Szerinted ügyesek? Hát olyan közel eredményesek nemzetközi szinten. Na meg Deszká, tehát ő szerintem mondjuk nem akarok nagyot mondani, hogy top 5-ös balszélső. És itt már csak Deszkának hívják. De egyébként a Flensburg mérkőzés is jön, úgyhogy arról is nagyon röviden azért beszéljünk. A Veszprémnek? Nem a Szeged kapcsán, természetesen. Ja, jó, akkor. A Veszprémről már beszéltünk, hogy azért össze kell szedniük magukat a Várdár ellen. Igen, hát nyilván most azért a szemet szúrt, hogy nem játszott Bánhidi Bence, meg Henigman sem a legutóbbi mérkőzésen. Remélhetőleg rendben lesznek. Mert sérülést írtak meg. Stepáncsicsról is megbeszélhetnénk ezt, de róla ugye ezt, igen, ahogy annak idején a Beránek segítője mondta Debrecenben, természetes dolog, hogy Sándor Tamás sérült, tehát hogy természetes dolog, hogy Stepáncsics sérült, sajnos, de hogy ők, és különösképpen Bánhidi feltétlenül fel kell, hogy épüljön erre a mérkőzésre, mert ha nem, akkor bár működőképes a Szeged játék nélküle is, de nem ugyanaz, ezt a múltkor már taglaltuk hosszabban. Igen. A Flensburgnál ugye a Melsungennel játszottak most a hétvégén, mondjuk ez egy kisebb előny, hogy azért vasárnap játszott a Flensburg, és gyakorlatilag kettő napja marad arra, hogy a Szegedre készüljön, de ott különös gondok vannak. Ugye Franz Zemper térde rossz volt amúgy is, most kiderült, hogy műteni kell újra, ő valószínűleg egyik mérkőzésen sem fog játszani. Röd pozitív koronavírus tesztet produkált, nem játszhatott a hétvégén, nem lehet tudni, hogy szerdáig visszatérhet-e. Aztán Emil Jakobsen rosszul létre panaszkodott, ő sem
játszhatott ezen a meccsen, Aaron Manzing pedig koronavírus betegség után visszatérőben még nem terhelhető. Uh-huh. Ezt írták most. Aztán lehet, hogy ezen játékosok közül egy páran ott lesznek már, de nyilván nem top formában a Szeged elleni első mérkőzésen, és hát a Flensburg az egész szezonban állandó gondokkal küzd. Gyakorlatilag Makulának nincsen két olyan meccse egymás után, amikor ugyanazt a csapatot tudná felküldeni, és ne kellene újabb variációkat találnia. Viszont a Flensburg még így is félelmetes. Tehát az a rosszabban a csapatban, hogy eleve két olyan kapusa van, akik közül bármelyik kifoghat egy olyan napot, amivel iszonyatosan nehézé teszi az ellenfélnek, és hogy még a felsorolt hiányzók mellett is vannak olyan játékosai, akik pedig képesek extrára. Hát ha csak Gottfriedsont veszük, ugye akkor ő egymaga képes egy csapatot lenullázni. Na ennyit felvezetésnek, nyilván majd a mérkőzések után okosabbak leszünk, és hát itt legalábbis talán, és beszélünk majd erről is. Már ennél? Igen, és akkor a Ferencváros kapcsán lesz a heti kérdésünk, mit kell ahhoz tenni, hogy ebből csoda legyen, ahogyan ugye beszélgettünk, ti hogy látjátok, milyen történet segíthet rajtunk, kinek a játékának a javulása, írjátok meg kommentbe, illetve természetesen lájkoljátok a Facebook oldalunkat, és a YouTube csatornánkra is iratkozzatok fel. Jövő héten találkozunk, sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!